Viszont is pont David 13, nem sok content lesz ezelőtt, de azt most itt bevágom. Every time. It's every day, bro. I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Parfümömhöz még veszek gyorsan egy öltönyt, meg egy piqué pólót, ahogy a belga megénekelte. Ott a hotel, kb. 50 méterre, de mikor lenne feltúrva minden, ha nem most? Kb. Egy 500 méteres körzetben. És konkrétan csak az úttestig tudok eljutni, de ilyen gravel szakaszok is vannak. Most cipeltem át egyenként a két 25 kilós táskát. Very nice. Epic easy low action. Jaj, bejtem! Not funny. Hogy hívják őket? Tücsök és Justina. Most megnézzük hátulra is. Jó nagy, láttam. De az egyik mindig leteszi a fejét oda alulra, és akkor hogy kap levegőt? Meg mit csinál most? Lehet, hogy szégyellős. Jó kis állatszag, szeretem. Te is szereted? Én vagyok az. Ott egy pici fáni. Most pici. Most pici, olyan kell. Elférne a lakásba is. A kis fáni olyan, mintha szomorú lenne, nem? Igen. Ez az anyukája lehet? Biztos. Ha? Biztos. Same. Riplada. Itt a tetős. Romlik az átlag! Wow, a Junction Boxnak. Ez itt a fél évente megrendezett Coffee Enthusiasts Meetup. Let's go! Szia, Luko! Személyesen. Megyünk a dobókőkomra. Let's go. A kom az nem lesz meg. A kom lehet, hogy nem lesz meg, de
Rámegyünk. Lukó formában, élete formájában. 3 héttel a kulcson tömés után. Titánnal a vállában. Titánvállú. 4 rögzítő eszköz. Hányan rögzített? 3-mal? 3 rögzítő eszköz. Itt profizmus van. Nem bízzuk a véletlenre. Még lehetne még egy vakmérő. Hey PJ Squad, János ilyen. Derék csináltam ezt. Boldog új évet. Az év első edzése nekem. Január 6-a a vízkereszt. Remélem leszettétek, vagy leszeditek a karácsonyfát. Tegnap volt a záróvizsgám. Meglett a diploma. Epic. Jó érzések. Epic. Epic. Hosszú árnyékok. Epic átszűrődés a fa alatt, fák között. Nice. Január 6. Jó az idő. Kesztyű nélkül jöttem a normafáig. Nice. Január 7, rövid ride, végig háttél. Csak azért végig háttél, mert egy irányba jövök kiskerülővel Szentendrére, mert jövök az autómért, mert kész van. Kuplung az riplet, full kuplung csere. Ugye itt van a hátamon a cuccom is, úgyhogy ma csak ennyi. Amúgy is. Fáj a torkom egy kicsit, hideg is van, de ez jó ez a ride. Sevilla, here we come. Despacito. Hey PJ Squad, János here. És most, hogy bekapcsoltam a GoPro-t, konstatáltam, hogy az első képernyő nem működik, de ettől függetlenül remélem minden más működik. És welcome in the training camp of Brach for the MKB cycling team. Give it up for the MKB. Let's go, let's go. Hey PJ gang. First day lerogyások, este biciklizés. Mi kell még? Bicó király. Még csak egy esés volt a 35 kili alatt. De mindenki túlélte. Let's go! De szép! Milyen szép! Nice edzés. 3 óra. Tényleg nem sokára sötét lesz. Volt egy kis intenzitás a végén, de csak egy ilyen 5 percet nyomtam, mert nem nagyon csináltam még intenzív dolgokat.
Aztán gondoltam, nem egy 12 perces max-szal kéne ezt elkezdeni. Na jó volt. Várom a vacsorát. És a következő napokat. Bye! Egy jó instant. Érzések? Hát egyre jobb. Egyre jobb? Egyre jobb. Jobb, mint tegnap. Nem csoda. Banán evésekbe. Banán. Monke. Mi a megjavult? DI2 néha működik, és jó, néha nem, legtöbbször nem. Négy órás edzés, ami 5 lesz, bruttó 5 fél. Csak a szokásos. Pakoljuk! Pakoljuk? Pakoljuk. De szép! Wow! Perc kb. Nothing like a good old fashioned szennyes leadás. For fuck's sake! Az elején lesz 2 ilyen palacka. Snickers Bounty benyomva. 2 óra. Ennyi. Epic Zsák utca, Szerpentin, tükör, aszfalt, aztán gravel. Pretty epic! Thank you.
Hát így tizen pár kilire a szállástól sikerült egy kicsit eléheznem. Illetve az emelkedő hosszabb volt, mint amire számítottam. Úgyhogy csak lazán haza. Ennyi. A döksor. Amiben én is benne vagyok, persze. Nice. Kellemes 4 óra. Ebben is volt jó sok szint. Szép emelkedők. Eléhezéshez nem kellett volna. De aztán egész jó helyre jöttem így a végére. Még itt érted tárva nyitva a furgon. Szóval, ja, még itt a meredek utcát a szálláshoz megraktam nyílen. Fú, de rosszul esett. De majd beépül. Epic szelek fújnak. Úgyhogy én úgy döntöttem, görgőzzek a pihenő napon. Mert tudom, milyen lerogyásokat tudok hozni egy ilyen café ride. Itt a setup. Szóval tényleg ilyen 40 km per órás szél fúj. Én inkább megoldom itt gyorsan reggeli után. Aztán döglök. Aludtam egy jót. Ettem egy kis rizses húst. Nem is volt rossz. Aztán lejöttem sétálni. Elvízom egyet. Sajnos itt még beltéren is engedélyezett a cigizés. Na, ez cigi füst szagma egy kicsit. Ahhoz képest, hogy ez egy illis kávé, és rosszabbra számítottam, jobbat kaptam. Egész jól van elkészítve szerintem. Nem olyan hivalkodóan keserű. Szerintem nem is túl öreg a kávé, bár ki tudja. Élvezhető szerintem. Egy tipikus olaszos szerintem, pörködés, sötét, de... Szóval sok íz nem érezni, ez a tipikus kávé íz. Nekem ez egy ilyen, főleg, hogy illiből van, talán egy ilyen 6,5/10. Mert azért az sem mindegy, hogy miből hozott ki ezt a kávét. Élvezhető. Éppen rakjuk fel a pulcsikat. Vegyétek! Jó reggelt! Nem gondoltam, letöltöm a Brightonra a térképet, de hát szerintetek működik.
Brighton.com. Nem működik a download gomb. Nice. Let's go. 4 óra. 3 perc, 7 perc, 12 perc, teszt. Hát erre nem vagyok ráizgulva. Olyan lesz, amilyen. Ja, viszonyításnak nem lesz rossz. Wattmér nem tudom mennyire pontos, szerintem fölé mér eléggé. Úgyhogy megyek, ahogy tudok. Aztán kész. Ez a 3 perc, ez very big rip. 7 perc az kisebb rip volt. Az InPeak szerint 4.50, szóval gondolom 4.20. Ezzel a 80 plusz kilómmal most. 12 perc, ki tudja. Nem tudom, 4.40 talán. De lehet, hogy már kileszek nagyon rá. 3 perc az 5.25 lett. Négy 51, 12 perc, nem néztem a wattokat, de elég egyenletes volt, jónak nem mondanám, biztos, hogy fölé mér ez a wattmérő, nehéz is vagyok, de hát el kell kezdeni valahol. Edzésnek lehetünk szemtanúi. Csak egy 90 pár kili. De ugye volt benne intenzív rész. Jó volt a mai edzés, Tamás. Nagyon klassz volt, ügyesen. Jó volt a garázsban, most egy kicsit nem tudunk bejutni, de... Megnyertem a hotel sprintet. Elég szarul esett. Aztán közben rájöttem, hogy lehet, hogy ezért fájt a lába, mert 2 napja is megraktam a hotel sprintet. Na mindegy. Négy és fél óra, ami 6 óra lesz. Kellemes szél. Sok szint, lecsúszó elsőváltók, lefogó fékek, mi kell még? Mi a véleményed az edzésről, első órájáról? Idáig nagyon hosszabb, jók a lábak, nem kéne eléhezni, és még sok van hátra. Papíron 31-es átlaggal már csak egy, nem tudom, 3,5 óra, gyakorlatilag 5. Na jó, akkor rakjuk. Ez itt a kert. Vidova Góra, 7.80, legmagasabb pont, bár szerintem ott a legmagasabb pont fent. Mindenki nagyon élvezte, nagyon jó, szép a kiváltás. Hello. Pissing with the view. Milyen érzés volt ilyen szép kilátással könnyíteni magadon? Csodálatos volt. Na, nézzük meg a birkákat. Tavaly előtt, amikor itt jöttünk önfele, végig birkák ellepték az utat, akik kerülgetni kell, ezt tanulhozom. This flame! There you go! Right to see!
go! Ez most kell! You're so golden! Ta-ta-ra-ra-ra! Ra-ra-ra-ra! Bo-bo-bo-bo, vista! Let's go! Let's go! De szép! Ezt nem látta senki. De jól esik 4.40 után ordítozni. Jót tesz a tüdőmnek. Páran, hárman itt hagytak. Én már csak levezetgetek. 56.19. Na jó, nem. Ez csak egy belső point. És te nem vagy benne. Ha! Rip. Biciklis.avi forog? Forog. Hányadik évad jön a biciklis.aviból? What? Ezek különálló filmek. Részekkel. Szóval... semmelyik. Ez itt a Milnai kikötő. Nagyon szép, tele hajókkal, és még sehol nem tartunk az edzésen. Újra itt. Ajátok, nem merül a diájtól. Hát csak egy 6 kg mászás vissza. Nem sok. Fáj a derekam. Legalább szép a kilátás. Essentials. Öltözés a csúcson. Let's go. Én szerintem megyek haza, mert fáj a hátam alsó része. Talán derekamnak hívják ezt magyarul. Meg nem jön a power. És ez eddigi kb. Nulla edzésben ez a 20 pár órás hét elég lesz. De amúgy a többieken is látom, hogy fáradtak. Néha az van, hogy nem kell keménynek mutatni magad ahhoz, hogy kemény legyél. Néha az a nehezebb, amikor úgy döntesz, hogy elég volt, és nem a kifogáskeresésről beszélek, de ha belegondolok, tényleg józan észre, hogy eddig ilyen 7-8 órákat edzettem otthon, azt is többnyire görgön. Nem csoda, hogy most megfájdult a derekam, rendesen elkezdtem edzeni, rendesen elkezdtem kórozni. Már tegnap fájt a derekam, egy ilyen 2 óra után, de most már szinte rögtön. Egyszerűen szerintem most ez sok, és most kell egy kis pihenő. Holnap pihenőnap teljesen. Én most innen hazagurulok. Élvezem a szép táját. Mert tényleg szép. Lehet, hogy önszorgalomban felmegyek oda a csúcsra, ahol tegnap voltunk.
megnézem egyedül. Többiek remélem nem rogynak le teljesen. De már most úgy látom, hogy a többsége le van rogyva teljesen. Oké, hogy valamit eltervezünk, de muszáj változtatni, hogyha úgy látjuk, hogy ez nem jó. Az, hogy 10 emberből egy leginkább, vagy max 2-3 ember meg tudja, végig tudja nyomni az edzést úgy, ahogy, de az sem 100%-osan. A többiek meg életük árán nyomják. Tényleg már megy rogyva, úgy szerintem ennek nincs értelme. Néha az az erősség, ha hazamész. Enjoy! Szóval újra itt. Nice, kilátás. Very nice. Itt vagyok a sziget legmagasabb pontja. Na, let's go home. I think about this you late nights in the middle of June. Figure me out. Happy or not. Gondoltam, megnézem, mi van ezzel a meredek emelkedőn. Lehet egy ilyen kalandútvonalba ütköztem. Szóval nem erre megyek haza. Logistical lab. Epic. I might have murdered this village name, but whatever. Ed Sheeran vibes! I wanna be that guy! Kiss you right! Swing and smile! Azért így is 3:40 lett. Ma nem kórozom, de most tényleg hagyom magam pihenni. 2 nap kór kihagyás, mármint ma meg holnap. De nice volt, élveztem. Pushy P, 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 pushy P. I'm pushing B. Yes, milyen gusztusos ez a tepsi. Pushing B. Nem tudom, mi jutott belém, de most is sétálásra adtam a fejemet. És méghozzá lefelé sétálok, ami azt jelenti, hogy fölfelé is kell majd. Egy kávé lehet, hogy becsúszik, de hát ki tudja, lehet, hogy nem. Viszont itt egy nice tükör. Ja igen, most volt ez a csapatfotózás, a Csongi fotózott. Erről nincs semmilyen footage-om, de kíváncsi vagyok a képekre. Viszont így belegondoltam, és még egy darab csapatfotózás sem volt, ahol nem fagytam volna szét, és ahol nem fagyott volna mindenki szét, és ez most sem volt másként.
fáztunk. Sokat nem tudok elmondani erről a városról. Elég nyugodt, nincs semmi. Még olyan nagy parti, ilyen turista vonzó étterem sorsincs. Két-három étterem van, aztán kész. Nyugalom van, nincsenek emberek. Most láttam apácákat. Aztán ennyi. Itt megy a polícia. Láttam egy pár acap feliratot menet közben, mármint biciklizés közben. A tenger szépen fodorlik, nem áramlik, fodrozódik, nem is fúj a szél, de azért itt az árnyékban már elég hideg van. Mondjuk ez az egész sziget, alig van forgalom szinte, jók az utak, élvezhető, csak ugye kb. Egy hegy az egész sziget, itt középen van, és akkor különböző utakról meg tudod mászni, meg van egy fensík, és akkor ott tudsz menni. Szóval már kb. Minden úton voltunk, amin lehet biciklizni, kicsit elfáradt már a vállam. Most se fogok már kórozni. Ja igen, ugye tegnap nem kóroztam az edzés után, meg ma sem, mert pihenő nap volt. Csak zsombival gurultunk egy órát, meg 10 percet a parton. Hát kíváncsi vagyok holnap milyen lesz a derekam. Remélem jó. Még ma nyújtok, meg hengerezek, meg masszírozom magam egy kicsit. Aztán ennyi, remélem jó lesz. És még mit akartam elmondani? Ja igen, ezt a kamerát vissza fogom küldeni, amikor visszaérünk Magyarországra, mert elromlott az első kijelzője, teljesen fekete. Szóval teljesen fekete, és garanciában kicserélik. Szóval ennek örülök. Ez a jármű meg eléggé tetszetős, nekem eléggé tetszik. Ott a rendszám. Na jó van, bandukolok hazafelé, aztán eszem valamit, pihenek, élvezem a naplementét, bár már most is élvezem. Élvezhető volt ez az egy hét, most már több mint egy hét, aztán 9-10 nap lesz, de szerintem itt ez a maximum, amit érdemes ide jönni, mert meg fogod unni, és nagyon síkot se lehet menni, szóval csak leföl, rengeteg szintet össze lehet gyűjteni, abban a szempontból jó, nem is fogok most már kávézni. Lassan 6 óra lesz, vagy nem tudom mennyi az idő. Most már nem akarok kávézni. Minek? Felpörögjek az eufória nézésre. Ja igen, az eufória. Most tartuk a harmadik résznél talán, és nem rossz, de egyenre nem teljesen értem, hogy miért vannak annyira oda az emberek érte. Folytatom, és majd update-elek. Ezt az elhagyatott épületet nem tudom, mutattam-e már, de itt van a tengerhez nagyon közel, és tele van graffitizve, meg kitörve az ablakok, meg hangulatos is, meg kicsit creepy is. A kemények még most is tolják. Így van. Ebből is látszik, hogy elég meredek itt a szálláshoz vezető út. Jó kis levezető sprinteket lehet nyomni.
kettőt nyomtam, aztán egy kicsit csodálkoztam, hogy fájnak a combjaim másnap, úgyhogy lehet, hogy többet nem fogok nyomni. Max az utolsó nap, 14-én egy nagyot. Bam! Most itt fogom elkölteni a kávét, a reggeli kávét, mert bent olyan füst van, mint az állat. Jó öreg maceles kaffi. Let's go. Még mindig egész jó. Hoppá, ma még csak a kávézásról volt footage, szóval itt vagyunk a brácsi Rateszen. Aki volt már Kalpében, az tudja, hogy miről beszélek. Végre lenyomtam a 7 percet, 503 lett az Impik szerint, egész jól ment. Hát ennyi. Most pedig 12 percezünk. Kiállva, beülve, stb. Most volt vége a harmadik 12 percnek, és ugye 2 perc kiállva, 1 perc beülve. És eléggé kezd fájni a vállam, elfáradni az izmom, már az izom helye, úgyhogy lehet, hogy néhány ilyen kiállós részt beülősre váltok, csak kemény áttétellel. Zsombi, mi lesz ma? Elvileg pihenős. Mi? Pihenős. Dehogy is, szóval felrakjuk. Ezt nem hallottad? Ja, akkor utolsó nap. Neked mi a véleményed erről a mai napról? Nem vártam. Mi? Remélem, hamar vége lesz. Szörnyű. Utolsó nap. Megrakom az emelkedőket. De azért nem túlzottan. Hát 4 óra van betervezve. De lehet, hogy egy kicsit többet megyek. Majd kiderül. Érzések alapján. MTV-s zokni. Nagyon, nagyon raj. Na még egy utolsó puscicai emelkedő. Meg akarom rakni viszonylag. El is kezdem. Itt részt távoztunk tegnap. Ez itt Ból. És most felmegyünk a hegyre. Mondhatná azt is, hogy Bólból megyünk fel. Nagyon szép, tiszta a víz. Rip! Tegnapi kiállások feltörték itt a kezemet. Hát ez az emelkedő nem esett olyan jól. Szerintem kellett volna enni egy kicsit előtte. 3,90 körül lett az átlag. De hát az előző meg, ahol tegnap is nyomtuk, ott felmentem nyílen. Az meg 4,40 körül lett a 15 perc. Not too bad. Újra itt az edzőtáborban utoljára. Mi ennek a neve? Vidova Góra. Very nice még mindig. Ide már csak ketten jöttünk fel, úgyhogy megyünk is haza. Most vagyunk 97-nél. A szigeten
Itt a legjobb a térerő. Kedvenc táblám. Na, még egy pár perc az edzőtábor utolsó rájdjából. Jó volt ez a tábor. Jó volt a csapattal lenni. Meg visszaszokni így az edzésbe. Szerintem egészen visszarázódtam. Még nyomok egy kort hazaérés után. 4,5 óra lett ez a ride. 3 intenzív dologgal. Már eléggé azért fáradtak a riderek. Úgyhogy csak én nyomtam meg Erdős Geri. Most ezt, ahogy így elkezdtem, folytatni kell otthon. Aztán visszajönnek az érzések. Igazából már érzem, hogy jönnek vissza. Jó lesz ez. Remélem verseny is lesz hamarosan. Hoppá, erre még nem voltam. Úgyhogy felnézek erre. A bicikli tetszik. Majd lehet, hogy egy külön videóban bemutatom. Sőt, be fogom mutatni. Hoppá, itt vége van. Mármint nincs vége. Na jó, de... Ja, a bicó jó. Kell egy keskenyebb kormány, mert ez 42-es. A 40-est jobban szeretem. A derekam egy ponton fáj, és arra nem tudok egyenlőre rájönni, hogy miért, de erősítek, szóval azt szerintem nem árt neki. Ja, a keskenyebb kormánnyal meglátom, hogy milyen, és akkor majd onnan indulok el megint. Úgyhogy mondjuk azt, hogy itt vége van a biciklis.tavi 13 vagy 14-nek. Köszi, hogy itt voltatok, és subscribe, like, comment, share, all that jazz. Bye, bye, bye. Korán van. 6 óra. Go home.